ez itt Bukoldami az Egyesült Államokból, és Ludwig Dani Magyarországról. Pence Andi mozambikos történetét 14. adásunkban már megismerhették a podcast hallgatók. Afrikai önkéntes munkája után hazatért Európába, de még mindig hajtotta a kalandvágy. Az élet pedig úgy hozta, hogy ezúttal Kínában kötött ki. A barátság összeköt, a szó összehoz 23. felvételében Kínából kapunk egy kis ízelítőt. Hogy kerültél Kínába? Tavaly előtt, 2016-ban hazajöttem Mozambikból, ott voltam fél évet önkénteskedni egy iskolában. Utána Magyarországon töltöttem néhány hónapot, viszont nem tudtam pontosan, hogy mit fogok csinálni Mozambik után. Visszamentem fejvadászkodni, rekruterkedni egy korábbi munkaadomhoz, és azt gondoltam, hogy majd kitalálom, hogy akkor hogyan tovább. És közben látogatok barátokat, ismerősöket, középiskolai osztálytársammal tartom a kapcsolatot, volt osztálytársammal, aki mellesleg angol-olasz magántanár, és ő hívott fel egyszer egy májusi délutánon, hogy szia Andi, hogy vagy, mi van veled? Látom, hazajöttél Afrikából, hogyan tovább? Hát mondom, még igazából nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mi az, amit fogok csinálni, lehet, hogy visszamegyek Norvégiába, az önkéntes suliba, vagy itthon maradok még egy kicsit, keresek valami normális állást, vagy hát nem tudom, hogy mit kéne csinálni, most egyelőre elmondtam neki, hogy mit csinálok éppen. És akkor mondja Bogi, hogy figyelj már, van egy volt tanítványom Kínában, angol tanít, nincs kedved kimenni? Mondom, végül is, miért ne lenne? De nincs hozzá végzettségem, nincs hozzá angol tanári végzettségem. Szóval nem baj, nem érdekes, lehet, hogy még tefölvizsga sem kell. Figyelj csak, odaadom neked a Peti kontaktját, beszéljetek. Mondom, jó, hát persze, mi baj lehet ebből. Afrikában is tanítottam gyerekeket, olyan gyerekeket, akik hátrányos helyzetűek voltak, mondjuk nagyon sokan azok, de hogy akik valami miatt az olvasást vagy az írást nem tudták abszolválni az alsó tagozatban, fejlesztő jellegű aktivitásokat kellett nekik csinálni, és ott nagyon tetszett a tanítás, hogy átadhatok valamit, amit én tudok, és utána ez így belém ivódott. És akkor felvettem a kapcsolatot a Péter nevű volt tanítványával, aki 4 éve van már kint Kínában, és 4 év tanítás után alapított egy rekrúter céget egy barátjával, és Magyarországról, illetve Közép-Kelet-Európából, meg ahonnan tudnak, szerveznek jó angol tudással rendelkező embereket, akik angol tanári munkát tudnak vállalni Kínában. Na és akkor lezajlott a Skype interjú, tovább küldött az ő ügynökének, vele is interjúztam. Ők akarták volna, hogy azonnal menjek ki, és mondtam, hogy nem tudok sajnos azonnal menni, augusztusban legkorábban, most májusról beszélgetünk, tehát augusztusban legkorábban, és akkor mondták, hogy akkor újra vegyük fel a kapcsolatot, közben én elintéztem itthon a dolgaimat, meg mindenkit sokkoltam vele, hogy akkor most a következő állomás Kína lesz. Augusztus 23-án kirepültem Kínába, és volt egy 4 napos tréningem, ahol az ügynököm vállalta azt, hogy felkészít a tanításra, illetve közben elkezdtem egy TEFL vizsgát online. Egy 2 napos tanítási gyakorlatot közben megcsináltam Londonban, és augusztus 28-án kezdtem egy óvodában, ahol most is dolgozom. Hongkongban szálltam le a repülőről, 4 órányira vagyok Hongkongtól. Hongkong az önálló országként működik, külön pénzneme van, külön törvényhozása van, különálló entitásként működik. Hongkongban nem kell vízum, Kínába kell vízum. Hongkongba érkeztem, az ügynököm kijött értem a reptérre, átmentünk Shenzhenbe, ami Hongkonghoz eső legközelebbi határátkelő, és ott volt a tréningem, a 4 napos tréningem. Nem beszélek kínaiul még mindig, nem tudtam olvasni a jeleket, tehát egy olyan országba találom magam hirtelen, ahol nem tudok olvasni, nem tudok beszélni, büdös van, az emberek köpködnek, baromi meleg van, 30-35 fok, és így jöttem, mert hajtott a kalandvágy. Így kezdődött. Megszenvedtem az első 3 hónapot, azt kell, hogy mondjam, mert még december 7-én is úgy voltam vele, hogy haza fogok menni karácsonykor.
Nagyon friss dolog az, hogy én úgy döntöttem, hogy végigcsinálom az egy évet. Nagyon-nagyon nehéz. Afrika után azt gondoltam, hogy nem lesz semmi sokkal nehezebb, nem jött semmi, ami megtör vagy meggyötör. De jött Kína. Az a fura ebben az egész honvágy történetben, képzeld el, hogy itt lett honvágyam először. Annyira egyedül éreztem magam, mint a kis ujjam. Hozzá voltam ahhoz szokva, mondhatni el voltam kényeztetve, hogy az emberek érdeklődnek irántam, hogy az emberek kíváncsiak, hogy honnan jöttem, hogy miért vagyok itt, hogy mit csinálok, hogy tudnak velem beszélgetni, hogy találok embereket, akikkel tudok beszélgetni, akikkel megosztom a gondolataimat, vagy akikkel le tudok ülni, eszmét cserélni, és Kínában ez nem volt így. Nagyon sok külföldi van itt angol tanítani, nagyon sokan jönnek ide biznisz miatt. Dongguan város, ahol most vagyok, rengeteg gyár van itt. Számítógép alkatrészek, cipők, az olasz Luxottikának van itt gyára, rengeteg külföldi van itt, és én csak egy voltam, plusz egy. Az volt az első benyomásom, hogy baromira nem érdekli őket, hogy ki vagyok, hogy honnan jöttem, hogy mit akarok. Nem érdeklődtek, nem tudtam velük kommunikálni, ők sem próbáltak nagyon. És így úrrá lett rajtam ez a szerencsétlen, mit keresek én itt, minek jöttem ide, miért kínzom magam ezzel. Kellett nekem idejönni, aztán persze az önmarcangolás, hogy nem adok fel semmit, ha már valamit belekezdek, akkor végigcsinálom, de hogy akkor akarom meg kínozni magam, akkor a lelkiismeretemmel küzdöttem, hogy akkor most akkor a kölyköket itt hagyjam. Szenvedtem nagyon sokat, és így vaciláltam, hogy menjek, vagy maradjak. Eltört a mécses, és gondoltam, hogy jó, hát nem fogok itt szenvedni, nem érzem jól magam, egyszerűen hazamegyek, és kész. There is the first time for everything. Egyszer valamit félbehagyok, nem tör össze a világ. És megvettem a repülőjegyemet haza, december 22-ére, megyek haza innen, Európába, ahol tártkarokkal várnak, ahol egyébként is jól érzem magam, és hogy minek szenvedek én itt. Közöltem az ügynökömmel, hogy hazamegyek, kiborult, mint az állat persze. Aztán közöltem a Petivel, aki ide beszervezett, hogy hazamegyek, ne haragudjon. Ő is azt mondta, hogy hát nyilván, ahogy érzem. Gyorsan az ügynököm leadta a drótot a HRS-nek az oviban. Három osztályt tanítok egyébként, 3x27 gyereket, és szerintem bírnak a kölykök. A HRS, akivel még sose találkoztam előtte, az döntésem után következő héttel behívott el beszélgetésre a felettesemmel, aki beszél angolul egyedül az óvodából, hogy mi akarnák kérdezni, hogy érzem magam. És akkor mondtam nekik, hogy nagyon borzasztóan, iszonyatosan, gyötrelmesen. De hogy mi a baj? Mondom, egyszerűen nem tudom megszokni az embereket, nem tudom megszokni az országot, nem érzem jól magam. Hát ez nagyon sokként érintett minket, azt hittük, hogy vannak barátaim. Csak egy gondolkodtam rajta, hogy nem, nincsenek. És akkor így mondták, hogy pedig ők hosszú távon, hát HRS voltam, tehát rekrúterként tudom, mit kell mondani az embereknek. Hosszú távon gondolkodnak bennem, a gyerekek nagy része kedvel. Nagyon nehéz angoltanárt találni egyik napról a másikra, valahogy meg tudjuk ezt oldani, és ott ültem, és elbögtem magam, és nem tudtam azt kimondani, hogy ott hagyom a kölyköket. És mondtam nekik, hogy nem érzem jól magam, és haza akarok menni a családomhoz. És mondták, hogy miért nem csináljuk azt, hogy akkor valahogy közvetlenül az ügynökömet átlépve kötünk egy közvetlen szerződést az óvodával. Hát ha megnyerőbb lesz így az üzlet, jobb feltételekkel tudok kint lenni, és akkor mondtam, hogy itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy egyszerre hiányzik a családom, és hogy nem vagyok itt boldog. Nem érzem jól magam. És végül nem bírtam kimondani, hogy itt hagyom a gyerekeket, és abban állapodtunk meg, hogy jó, akkor az első szemesztert végigcsinálom, hazajövök februárban a kínai új évre. Viszont én közben eldöntöttem, hogy akkor azt az itt lévő időszakot, azt kihasználom, és amennyit tudok, megnézek magamnak Kínából.
Egyébként azért is volt nagyon rossz ez az első 3 hónap, mert nagyon megszigorították a vízumigénylést. Én nem dolgozhatom hivatalosan tanárként Kínában, mert nem vagyok anyanyelvi. És nincsen anyanyelvi országban szerzett végzettségem, tehát én itt illegálisan tanítok az óvodában business vízummal, mint az összes többi kollégám is, úgyhogy ha jön egy kormány ellenőrzés, akkor nekem fél nap szabad napot adnak, hogy menjek haza, hogy ne bukjon le az óvi, hogy engem illegálisan alkalmaz. Lényeg a lényeg, hogy voltak problémák, akkor a vízum meghosszabbításom körül is voltak gondok. Ki kellett utaznom Malajziába, hogy a vízumot meghosszabbítsuk, mert törvényi változások miatt ezt Hongkongban már nem tudtam elintézni. Iszonyatosan sokba került. Horribilis összegeket kérnek el érte, és azért van ez így, mert nagyon sok middleman van közben, akin keresztül megy ez az egész. Tehát maga a vízum szerintem néhány száz hongkongi dollár lett volna, de így, hogy egy csomó emberen megy keresztül ez az egész, és rájuk vagyok sajnos hagyatkozva, rengeteg pénzbe került. Az első 3-4 hónapom az gyakorlatilag nullszaldós lett, utána amit kerestem vagy keresek, az mondjuk az, amiből tudok gazdálkodni. Felszívtam magam, és elhatároztam, hogy jó, akkor élvezzük az életet egy kicsikét, akkor elutazunk másik városokba hétvégenként. Találtam magamnak egy nagyon jó jogatermet, elhatároztam, hogy akkor eljárok edzeni, néha megyek fodrászhoz, akkor keresek magamnak masszázszalon, tehát minden, amit el tudsz képzelni, egy picit feltuningoljam magam, és közben összebarátkoztam egy kínai lányzóval, egy iskolában, egy tréningközpontban találkoztam össze, mert néha a normális iskola, az óvis iskola tanítás mellett elvállalok külön órákat is. És ez a lány, ő volt a kínai asszisztensem, mert hogyha a gyerekek nem értenek valamit angolul, és fontos elmagyarázni, akkor a kínai asszisztens kínaiul elmagyarázza. Lényeg a lényeg, hogy összebarátkoztam ezzel a lányzóval, akivel nagyon jóba lettem azóta. Ő nagyon sokat segített abban, hogy átviseljem ezt az időszakot, és annyira jól sikerült ez a felszívom magam, és akkor túlélek, hogy úgy döntöttem, hogy visszamegyek a második szemesztert is megcsinálom. Kína nagyon nagy tanítás volt nekem, és még mindig az, mert mindegy, hogy milyen az ország, hogyha a körülöttem lévő emberek jók, akik elfelejtetik velem azt, hogy egyébként vannak dolgok, amik baromira bosszantanak. Eldöntöttem azt, hogy a pohár félig tele van, és nem pedig félig üres. Ez a 3. hónap után, majdnem a 4. hónapban jött ez el. Úgyhogy ez nagyon sokáig tartott nekem. Nyilván miután ezt a döntést meghoztam, az univerzum mindig úgy rendezi a dolgokat, hogy jó legyen. Elmentem ebbe a jóga központba, van tért problémám, volt egy balesetem. 2011-ben térdre estem bringával, nagyon rossz azóta a térdem, és nem tudok futni. Minden megerőltető mozgás, túrázás, ilyesmi, hanyagolnom kell a térdem miatt. Megtaláltam ezt a jóga központot, és a tulajnak a férje beszél angolul, és velük összebarátkoztam, és kötöttünk egy olyan üzletet, hogy én tanítok nekik angolt, a tanároknak tanítok angolt, és járhatok hozzájuk korlátlan számú jóga órára, amikor csak szeretnék. És képzeld el, hogy feltuningolták a térdemet, és sokkal-sokkal jobban vagyok azóta, mióta eljárok hozzájuk. Tanítok nekik hetente 2-szer 45 percet angolt, mert a tanárok közül csak egy beszél angolul, az összes többi nem. Nagyon jó emberek, nagyon kedves emberek, nagyon szeretetreméltó emberek, és ők is nagyon sokkal hozzájárulnak ahhoz, hogy kezdem magam jól érezni. Illetve nyilván Rachel a barátnőm, akinél most itt vagyok. Nagyon sokat segített, nagyon pozitív, nagyon aranyos, nagyon kedves, érdeklődő, ismeri az európai kultúrát. Az egyetemen külkereskedelmi szakrajál, ahol angol neki a főnyelv. Nagyon sokat beszélgetünk, és segít abban, hogy ne túléljem Kínát, hanem élvezzem. Nagyon nem tudtam elképzelni, mielőtt idejöttem. Kicsit azt hittem, hogy a Péribe jövök itt is, mint Afrikában. Azért lehet mindent látni. Ha az ember megnézi Pekinget, vagy pedig Shanghai-t, akkor ugye felhőkarcolók, meg betondzsungel, meg irodák, meg épületek, meg biznisz, meg minden. Egy olyan részére kerültem Kínának, ami eléggé fejlett. Úgy képzeld el, hogy 25 évvel ezelőtt Shenzhen, ahol, amit említettem, Hongkonghoz közeli határátkelő város, halászfalu volt. Mostanra Shenzhen az egyik legnagyobb Guangdong tartományban lévő város. Nem tudnád megmondani, hogy 25 évvel ezelőtt halászfalu volt, olyan hihetetlen változáson ment keresztül.
emeletes házak, felhőkarcolók, mindenhol betonozott utak vannak, autópályák vannak, négysávos autóutak vannak, kertek, múzeumok, hihetetlenül fejlett, inkább urbanizált azt mondanám. Mondhatni, hogy Budapest szintű, nem nagyon látok régi épületeket. Például van egy új gyógyszertár, ami épült az én épülettömböm elé, és olyan díszítés van, ilyen pagodaszerű díszítés van előtte, amit a múlt héten vagy két hete raktak föl oda, ami a régi időket idézi, de hogy újonnan van készítve. Régi épületeket nem nagyon látok. Vannak ilyen régi épületeket idéző parkok, de ezek olyan, mint a skanzen, hogyha érted, mire gondolok, hogy gyakorlatilag megőriztek a saját mi voltukban, illetve újjáépítettek régi stílusú házakat, hogy múzeumként megmutathassák a mostani embereknek, hogy milyen volt 200 évvel, 400 évvel ezelőtt. Nagyon fejlett Kína technológiai szempontból. Mindenkinek legalább egy-két telefonja van. Mindenhol online fizetéssel, az utolsó piaci árusnál is lehet telefonnal fizetni. Elektromos biciklikkel járnak, rengeteg autóval, nagy autók, drága autók. Mindenki valamilyen bizniszt folytat, kereskedelem megy ezerrel, és ilyen helyre kerültem én. Tehát nem a vidéki, nem a hegyvidéki Kínába, ahol a falusi emberek élnek, hanem a városba kerültem. Ezért nem nagyon tudok nyilatkozni a vidéki Kínáról, mert nem láttam. Azt viszont fontos tudni, hogy az embereknek a mentalitása teljesen más, mint amihez én hozzá voltam szokva, ezért is volt nekem fura. Alapvetően régi módit vagyok egy kicsit, illetve szeretem, hogyha férfiak férfiként viselkednek. Itt pedig nem nagyon fektetnek arra hangsúlyt, hogy a nők előtt kinyissák az ajtót, vagy előre engedjék őket, vagy segítsenek nekik cipelni dolgokat, vagy ilyesmi. És ez nekem nagyon fura volt, és dudálnak egyfolytában, tehát a közlekedés is kicsit olaszosra sikerült. Nem engednek át a gyalog átkelő helyen akkor se, ha nekem van zöld lámpám. Dudálnak egyfolytában, köpködnek, pisilnek az utcán, az utca kellős közepén, simán a gyereket leugoltatják, hogyha nagy dolga van az utcán. Rengeteg szülőt láttam ordibálni, kiabálni a gyerekével az utcán, meg verni a gyereket. Nagyon-nagyon fura nekem ez az egész a kultúra dolog, meg a család történet, meg hogy én ezt kicsit úgy érzem, felületesek az emberek. Rengeteget foglalkoznak azzal, hogy hogy néznek ki, a nők leginkább, illetve egyfolytában mindenhol telefonoznak. Dohányoznak mindenhol, lifteben, autóban, termekben nagyon-nagyon zavar. Sokan isznak, sokat isznak, főleg a férfiak. Nem ritka dolog az, hogy öltönyös férfiakat látok hányni mozgó autóból, illetve a férfiak összejönnek, játszanak, kockáznak, isznak, meg dohányoznak közben, meg a klubokban is ezt csinálják. Több olyan játékuk van, aminek az a lényege, hogy aki veszít, az iszik. Nem sokat voltam szórakozó helyen, egyszer-kétszer, és azt látom, hogy vedelnek, mint a gödény. Az alkohol az megy. Mindig eszembe kell, hogy jusson, hogy én vagyok itt a vendég. Nem ítélhetem meg őket a saját országukban, és nem is akarom megítélni őket, csak egyszerűen annyira más és annyira furcsa. Számomra hozzátartozik a civilizált életmódhoz az, hogy nem böfögök, nem köpködök, nem ordibálok, nem dohányzom a liftbe, ha más is ott van, főleg egy gyerek. És ezek itt teljesen normális dolgok. A történelmi Kínáról semmit nem tapasztaltam itt, a kínai értékekről sem igazán. Szerintem ahhoz el kéne mennem valahova a hegyekbe, buddhista templomokba talán, mert háromféle nézet van, kínai buddhizmus, konfucionizmus, illetve taoizmus az, ami itt Kínában megy, amit itt az emberek követnek, és szerintem ahhoz, hogy itt ráleljek az ősi Kínára, vagy az ősi kínai értékekre, ahhoz el kéne mennem szerintem kevésbé kapitalista részekre, tehát a hegyekbe valahova, vagy szegényebb területekre, egyszerűbb vidékre, ahol még a régi értékek élnek, én azt gondolom. Mert itt szabad piac van, nem védi semmilyen jog a szellemi termékeket, bárki bármit mástól ellophat, nincs rá törvény, nincs rá védelem, nincs rá szabadalmi jog, nem védi a gyártókat semmi. Nagyon
nagyon nehéz megbízható ember találni. Kevesen mennek a minőségre, inkább a mennyiségre mennek rá. Mindig a pénz, hogy lehet minél több pénzt keresni, hogy lehet a másikat lehúzni. Nagyon sok emberrel beszélgettem, aki biznisz kezel itt Kínában. Mindenki azt meséli, hogy mennyire nehéz korrekt emberrel találkozni, mennyire nehéz korrekt értékesítővel beszélni. Nagyon sokszor a megrendeléskor, például mondjuk beszélünk cipőkről, cipő megrendeléskor elküldenek egy mintát az adott megrendelő országába, hogy ilyet fogunk gyártani, és amikor a gyártásra kerül a sor, akkor beleteszik a cipőkbe vagy a táskákba azt az anyagot, amit az adott országban nem lehet eladni. És amikor leadod a rendelést, akkor már előleget fizetsz, és hogyha visszamondod a rendelést, fogod az előleget. Találkoztam olyan emberekkel, van néhány, aki nagyon kedves és nagyon lelkiismeretes, de nagyon sokat hallottam olyat, hogy hogyan babráltak ki a külföldiekkel. A kollégámat átverte az ügynöke, az angol tanárokat általában ügynökök helyezik el az adott iskolákba, vagy tréning központokba, vagy orvodákba. A volt kollégámat az ügynöke nem fizette ki másfél hónapig például. Az előtte lévő tanárt pedig az ügynöke ott hagyta Hongkongban. Meg kellett újítani a vízumot, a srácnak nem volt elég pénz, hogy kifizesse a vízumát, azt mondta az ügynöke, hogy én kifizetem neked, menj el Hongkongba, vidd el a vízum irodába az útleveledet, és én elutalom a pénzt, kifizetem a vízumot, neked csak fel kell venni. A srác nem készülve arra, hogy vigye magával az összes cuccát, nyilván elment Hongkongba, és hitegette az ügynöke egy héten keresztül, hogy elutalta, természetesen a bizonyítót nem tudta neki odaadni. Az óvodával már felvette a kapcsolatot a srác, hogy megkérdezze a felettesemet, hogy mit tud az ügynökkel kapcsolatban, mert nyilván, hogyha egy bizonyos ideig kimarad az óviból a srác, akkor el kell, hogy köszönjenek tőle, mert azért vették fel, hogy tanítson, nem pedig azért, hogy linkeskedjen. Lényeg a lényeg, hogy az ügynöke nem fizette ki neki a vízumot egy hétig, és a srác végül kint ragadt egy vagy másfél hétre, lehet, hogy kettőre Hongkongban, aztán végül nem is jött vissza az óviba tanítani. És ezek még csak a legalapabb dolgok, amik itt történnek, és nagyon-nagyon sok ilyet hallottam, nagyon-nagyon sok ilyennel találkoztam. Nehéz velük együtt dolgozni, mert mindenki a pénzre hajt. Több tréningközpontba tartottam angolt. A pénzre mennek egyértelműen. Három gyereknek vagy négy gyereknek tartok órát, a gyerekeket nem érdekli, nem figyelnek oda. Az egyik gyerek az óra felénél kimegy kaját készíteni magának, és kimegyek a felettesemhez, vagy aki a tréningközpontban egy alkalmazott tanár, hogy figyelj, a srác nem jött vissza órára. Nem baj, folytasd csak tovább. Mondtam neki, hogy miért vannak itt ezek a gyerekek, ha nem érdekli őket az angol. És mondta, hogy hát a szülő ők akarják, hogy angolul tanuljanak. De ha a gyerek nem akarja, a pénze elfolyik, a gyerek pedig nem szerez tudást, mert a gyerek, hogyha nem érdekli az angol, akkor nem fog tanulni semmit, és zavarja azt, akit esetleg érdekelne. És egyértelműen arra megy ki az egész, hogy leszedjék a pénzt a szülőktől, és nem érdekli őket az, hogy a tudás, ami átmegy, az milyen minőségű. Az óvodában három korosztály van, kis csoport, középső és nagy csoport. A nagy csoportosok 5-6 évesek, a középsősök 4-5 évesek, a kicsik pedig 2-3-4 évesek, 2-3 inkább. És a tréningközpontok, azok pedig óvisoktól tinédzserekig oktatnak, különböző csoportokra bontva őket. Hétfőtől péntekig az óviban vagyok normál munkaidőben, tehát van egy normál állásom az óvodában. Előfordul, hogy szombatonként, vagy vasárnap, vagy hétköznap este 1-2 órát elvállalok. Tréningközpontokba megyek, ahol kicsiktől tinédzserekig taníthatok, attól függően, hogy kire van igény, vagy mire van igény. A szülők nagyon leterhelik a gyerekeket. Nagyon sok óvodás gyerek jár külön órákra. Még azon kívül minden nap van nekik, például az én óvimról, ha beszélek, minden nap van nekik egy óra angol az óviban, és van, aki még délután jár angol tanárhoz, van, aki még jár zongorázni, van, aki még jár gitározni, van, aki még jár valami sportra, tehát nagyon le vannak terhelve a gyerekek. Akik megtehetik, azok tanítatják a gyerekeket, és több külön órára is járnak.
nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a teszteken a gyerekek átmenjenek. Viszont amikor arra kerül a sor, hogy meg kéne szólalni, az nem megy. A barátnőm azért kivétel, mert neki volt egy nem kínai párja, és vele angolul beszélgettek, illetve az iskolája révén több külföldivel került kapcsolatba, és tudta gyakorolni a nyelvet, de a többiek nem beszélnek jól angolul, és hogyha beszélnek is, nagyon szégyellősek, nem mernek megszólalni. Nagyon sokat dolgoznak egyébként a kínaiak. Nincs nekik olyan, hogy fizetett szabadság. Van nekik nemzeti ünnep, meg van nekik nemzeti szabadság. Például a tavaszi szabadság az nekik a kínai új év, ami majdnem február egész, tehát majdnem egy hónap, vagy fél hónap legalább két hét, amikor szabadság van mindenkinek, és akkor egész Kína utazik. Illetve van ősszel egy őszi szünet, ami egy hét, és akkor is mindenki utazik. Január 1-ét kb. Ilyen 10 évvel ezelőtt nyilvánították szabadnappá. Ez külföldi behatás, mert ugye január 1-e az csak a gergenyítás szerint országokban január 1-e ugye az a szabadnap, munkaszüneti nap. Itt Kínában viszont nem. Viszont a barátnőm mesélte, hogy kb. 10 évvel ezelőtt lett az törvény, hogy a január 1-e az munkaszüneti nap, és akkor is egy csomóan utaznak. Egyébként ezen túl vannak olyan munkahelyek, ahol 1-2-3 napot egy évben ki lehet venni, de ezek ilyen személyes, ilyen personal leave-ek, ezek nem fizetett szabadság. És hétvégén is dolgoznak, és éjszaka is, és így napközben van nekik ilyen csendes pihenő. 2-3 órára így lepihennek délután, mint az olaszok Dél-Olaszországban, mint a siesta. Nagyon sokat táncolnak. A gyerekek is folyamatosan valamilyen performanszot csinálnak, amikor ilyen előadások vannak, vagy pedig nyílt nap a szülőknek, vagy szemeszterzáró ünnepé, vagy nem tudom, akkor mindig van valami tánc meg performance, és mindenki táncol. Ha elmegyek egy beauty szalomba, egy spába, akkor ott például az alkalmazottak is csinálnak valami formatáncot, betanulnak, kiállnak az utcára, és ott gyakorolnak délután, illetve esténként 8 órakor nagy hangszorokkal az idős nénik kiállnak a parkokba, és táncolnak valami formatáncokat. Van, aki páros táncot táncol, meg van olyan idős, általában nénik csinálják, nagyon kevésszer láttam férfiakat. Van elő egy-két hölgy, aki a vezető, és a többiek meg utána csinálják ezeket a gyakorlatokat, és minden kicsi, nagy téren, minden este 8-kor, ugyanabban az időben, ha esik, ha fúj, ők ott vannak. Illetve nagyon sok idősebb hölgyet, urat láttam tollasozni. Van egy hangszer, ami ott kicsit a citerához hasonlít. Nagyon sok hangszerboltot is látok. Zongora, gitár. És ez a citeraszerű dolog, amin játszanak, ez egy tradicionális kínai hangszer, nem tudom pontosan mi a neve. Egy hölgy játszik rajta, nem messze tőlem van egy hangszerbolt, és amikor a parkban vannak vásárok, akkor a hangszerbolt elé kiteszik ezt a citera jellegű dolgot, és valaki, egy tanuló valószínűleg játszik rajta, megengedik, hogy a gyerekek kipróbálják. Nagyon szeretik a karaoke-t. Rengeteg karaoke bár van, és vannak olyan dobozok is, ilyen kétszemélyes dobozok a bevásárlóközpontokban, ahova ketten be lehet férni, és akkor bedobsz pénzt, és karaoke-zol egy fél órát, aztán hazamész. Meg vannak olyan születésnapi partik is, amik karaoke bárokban vannak. Elmennek a karaoke bárokba, és megtartják a születésnapot, énekelnek, és aztán hazamennek. Tehát a karaoke nagyon-nagyon dívik, illetve mivel nincsen a szellemi terméknek védelme, mindenkinek a mindenféle dalát mindenki énekli. És nagyon sok étterem előtt van, nagy hangszóróval megy a zene, így próbálják vidámabbá tenni a hangulatot, illetve oda csábítani az embereket, hogy ott tegyenek. Közben voltál otthon Magyarországon, gondolom eltöltöttél egy kis időt a családoddal, találkoztál rokonokkal, barátokkal.
Mennyire volt nehéz visszamenni Kínába? Nem volt nehéz egyáltalán, olyan volt, mint hogy el sem mentem volna. Az volt a furább, hogy visszajöttem, és az egy hónap, vagy ez a három hét, amit távol töltöttem, annyira gyorsan változik itt minden, hogy nyílt néhány bolt és üzlet, meg bezárt néhány étterem a környezetemben, amíg elmentem, de nem volt megterhelő, vagy nem volt rossz, vagy más, vagy nem voltak ellenőrzéseim azzal kapcsolatban, hogy most hazamegyek, visszajövök, olyan, mint hogyha ez lenne az életrendes folyása. Változott a terved az ott léttel kapcsolatosan? Nem fogok itt maradni, ez biztos. Mielőtt hazamentem, elugrottam Vietnámba néhány napra a barátaimat látogatni. Ketten vannak ott Dél-Afrikából, akik angolt tanítanak, és nagyon tetszett nekem az ország, tetszettek az emberek, nagyon vendégszeretőek, vagyis annak tűntek ez alatt a négy nap alatt, de ők is, a barátaim is ezt nyilatkozzák róla. Gyönyörű a táj, a természet, ott is nagyon finomak a kaják. Nagyon-nagyon szeretem a vietnámi kosztot. Csábítanak, hogy menjek tanítani Vietnámba, viszont a légszennyezés ott is elég magas, csak arcmaszkban tudtunk közlekedni vagy motorozni, úgyhogy ez az egyetlen dolog, ami igazából visszatart. Lehet, hogy ha északabbra mennék, nem Ho Chi Minhba, hanem Hanoiba, ami északabbra van a hegyek között, talán jobb lenne a levegő. Viszont azt érzem most, hogy Kína után Európában szeretnék lenni. Lejár az egyéves szerződésem júliusban, július 31-én zárul a második szemeszter, és azt tervezem, hogy augusztusban még utazgatok kicsit, aztán szeptembertől otthon leszek egy fél évet. Valószínűleg jövő január-február környékén kezdődik a következő etap vagy szakasza az életemnek, de azt még pontosan nem tudom, hogy ez hol lesz, vagy merre fog tovább mozdulni. Nagyon tetszett Németország, és lehetséges, hogy ott nézek valamit magamnak. Viszont azt biztosan tudom, hogy a szabadidőmet, a szabadságomat azt úgy fogom megválasztani, hogy utazással lesznek azok tele. Szerintem azért visszajövök Ázsiába hetekre, esetleg egy hónapra, hogyha úgy jön ki, vagy úgy engedi meg a munkahelyem, amit ott fogok találni. Szeretném megnézni még azokat az országokat, amik kimaradtak most. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetleg szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül és egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.